Üdvözlök mindenkit az Ordosi Duna partról. Ezen a partszakaszon szokott megrendezésre kerülni az egyik legnépszerűbb Haldorádó szervezésű horgászverseny, a Duna Netbarát horgász találkozó. A verseny főszervezőjének, Jessinek köszönhetően időjárástól és vízállástól függetlenül minimum 50-60 horgász méri össze itt alkalmanként tudását és szerencséjét. Sok embert vonzanak a vad dunai halak, a csodálatos környezet, a remek társaság, és természetesen szeretnék a verseny díjait is megnyerni. Akik figyelemmel kísérik a Haldorádó horgászportál életét, az ott megjelenő versenybeszámolókat, vagy a PVTV aktuális filmjeit, talán emlékeznek rá, hogy ugyanitt 2011 májusában új pályarekordot felállítva 26.910 grammal nyertem a versenyt. Miközben itt a 10-15 kg-os fogás is már kiemelkedőnek számít versenykörülmények közepette. Magam sem hittem, hogy ez milyen sok ember figyelmét felkeltette, és számos kérdéssel fordultak felém. Ekkor ígéretet tettem arra, hogy az őszi verseny előtt lerántom a fátylat az eredményes horgászatom titkáról, és lépésről lépésre haladva mutatom be, hogy miként lehet rendkívüli módon növelni a folyóvízi fédelezés hatékonyságát. A bemutatásra váró komplett rendszer minden túlzás nélkül állítom, hogy forradalmasíthatja a folyóvízi horgászatot és annak kelléktárát. Ez nem jelenti természetesen mindazt, hogy amit eddig a folyóvízi horgászatról tudtatok, amit eddig a folyóvízi horgászat során alkalmaztatok, azt el kell felejteni. Viszont ezután a kisfilm után mindezt célszerű lesz újra gondolni. Az eredményes folyóvízi horgászatnál az első és legfontosabb dolog a helyválasztás. No de versenykörülmények közepette, hogyan lehet helyet választani? Hát sehogy, hiszen ott, tudjátok jól, sorsolással dől el az, hogy ki hová fog leülni. Rendelkezésünkre áll egy maximum 10-12 méter széles sáv, és ebből kell a lehető legtöbb halat kitermelni. Megfigyeltem, hogy versenykörülmények közepette a horgászok döntő többsége folyóvízen, a kőláb szélében, a parttól 10-15 méteres távolságban horgászik. Itt a víz csendesen, nagyon lassan folyik, könnyű azt meghorgászni. Normál körülmények közepette ez a távolság bőven elegendő. Azonban, ha mindenki ezt a sávot horgásza, óriás lesz a konkurencia. A verseny egy-két orrószájában talán még sikerül rajta néhány darab halat fogni, viszont ahogy telik múlik az idő, innen garantáltan el fog tűnni a hal. Mi lehet a megoldás? Hogyan lehet a későbbiek folyamán halat fogni? Távolabb kell horgászni, vagy már eleve a horgászatot távolabb kell megkezdeni. A parttól 20-25 méterre, vagy még attól is távolabb kell horgászni, és azt pontosan megetetni. No de tudjuk jól, hogy ott a víz már rendkívül erőteljesen folyik. Hogyan lehet ezt megetetni? Hogyan lehet ezt pontosan meghorgászni? Már is megmutatom. Most jön az én horgászmódszerem első és legfontosabb lépése. Nem szabad kézzel egyetlen egy gombócot sem vízbe juttatni. Ugyanis kézzel nem lehet ilyen távolságban már olyan pontosan bedobni a gombócokat, mint például egy horgászbottal és kiakasztott zsinórklipszel. Tehát én folyóvizen ugyanazt a kiakasztott zsinórklipszes technikát alkalmazom, mint amely állóvizen már alapetetési módszernek, alapetetési technikának számít. No de milyen horgászeszköz alkalmas arra, hogy egy 2-300 g ösztömegű gombócot vízbe juttassom? Ehhez használom a Nevisnek a Raptor Extra Heavy Fader botját 3,90 m hosszban. Ez mindent kibír. Erre raktam föl egy olyan orsót, amelynek a dobjára 20-as fonott főzsinort csévéltem, hogy az extra igénybevételnek is megfeleljen. Persze most mindenki felsziszen, hogy ilyen erős botra van itt szükség, ilyen erős botta fogok horgászni. Nem. Ettől egy sokkal finomabb, sokkal érzékenyebb és a helyi viszonyoknak tökéletesen megfelelő botot választottam, amely nem más, mint a nevemmel fémjelzett Royal Sensitive Fiderbot család 3,60 m tagja. Ez a bothoz készül medium heavy és heavy karakterisztikával. Én az erősebb, azaz a heavy változatot hoztam magammal, amelynek a dobósű tartománya 30-tól 100 g-ig terjed. Aki horgászott már folyóvizen, azokban joggal merül fel a kérdés, hogy ez a dobósű tartomány, ez a maximum 100 g tömegű kosár vagy ólom megáll ebben az erőteljes sodrásban a parttól 25 vagy még nagyobb távolságban? A válasz nem. Szükségünk lehet akár 150-200 g ösztömegű végszellékre, amelyet viszont ott tudunk tartani. Felmerül a kérdés, hogy ez a finom érzékeny bot, amely ugye ráadásul egy szenzitív névre hallgat, tudja ezt, képes erre? A botra föl van még az is tüntetve, hogy milyen távolságban lehet vele optimális dobósű tartomány mellett dobni, amely nem más, mint 40-70 méter. Az optimális dobósú tartománya a maximális dobósújának a fele,
Tehát a maximális dobótávolságot, a 70 méteres dobótávolságot egy 50 g ösztömegű végszerékkel tudjuk elérni. Viszont ahogy drasztikusan növeljük a végszerék súlyát, úgy csökken az elérhető dobótávolság is. A 200 g, amit ezzel a bottal akár el lehet dobni, mindamellett, hogy egy rendkívül rugalmas, rendkívül érzékeny botról beszélünk, kivitelezhető maximum abba a már említett 25 méteres távolságba. Megvan a botnak a kellő ereje, rugalmassága, mindemellett rendkívül érzékeny, és van egy olyan speciális gyűrűsora, amely a folyóvízi horgászatnál nélkülözhetetlen. Szándékosan megnöveltük még a rezgőspiccen is a bot gyűrűjének az átmérőjét, amely a folyóvízi horgászat során, ahogy említettem, alapkövetelmény, hiszen a folyóvíz mindig visz valamit. Nyárfapihe, hordalék, törmelék, rárakódva a zsinórra, azt föltekerve, a hagyományos apró gyűrűs fidelbotok gyűrűit pillanatokat eltömíti és el is törheti. Itt viszont ennél a botnál ilyen nem fordulhat elő. A botokra egy Spro Special Pellet Feeder 555 típusú orsót raktam. Ez a Spro-nak egy 2012 évi új modellje, kifejezetten féderbotos horgászok számára került kialakításra. Az orsó dobjára 20-as Haldorado Pelletline főzsinort csévéltem. Ettől vastagabbra a várható halak mérete miatt nincs szükség, illetve hogyha esetleg ettől mégis vastagabb főzsinort csévelnék az orsó dobjára, abban lényegesen könnyebben belekapna a sodrás ereje és eltolná a még nagy súlyú végszeréket is. A Duna. Az alapozó eretés megkezdés előtt van még egy nagyon fontos feladatom. Az a három felszerelés, amelyel horgászni fogok, azok főzsinórját azonos helyen a zsinórklipszbe be kell akasztani. A harmadik boton nincs még végszerelék. Ez remek alkalom arra, hogy megmutassam, milyen végszeréket fogok összeállítani, milyen végszerékkel fogok horgászni, és mielőtt a kiakasztásokat végrehajtanánk, elkészítem ezt a rendkívül egyszerű végszeréket. Lássuk, miként fog ez összeállni. Elsőként a 20-as főzsinórhoz egy 15-ös Power Pro fonott dobbaelőke zsinort kötöttem. Ennek a kötésnek a módját most nem kívánom bemutatni, hiszen már előző filmjeimben ezt láthattátok, ezzel sem húzom az időt. Ennek a hossza a bot kétszeres hossza. Elkezdem föltekerni, és addig tekerem, amíg ez a csomó az orsó dobjára fel nem tekeredik. Érkezik. Oké. És itt van. Megérkezett, még egy tekerés, oké, tökéletes, rajta van. Majd most elhúzom a bot nyeléig, a bot végéig, és itt elvágom. Így megkaptam a bot kétszeres hosszának megfelelő dobaelőke zsinort. Erre azért van szükség, mert egyrészt a 20-as főzsinort túlságosan gyenge lenne ahhoz, hogy a nagy súlyú kosarakat gond nélkül el lehessen dobni, illetve a medjelönyben horgászok kagylós és apró
sóderrel tarkított, tehát ennek olyan erős dörzsölő hatása van, hogy a legjobb monofil főzsnort, még a vastagabb monofil főzsnort is kikezdeni, és rövid időn belül tönkretenni. Ezzel viszont nem bír megbirkózni. A végszerelék elkészítésének első lépése, hogy kell kötni egy viszonylag kisméretű, kb. 5 cm hosszúságú végfület. Azért ilyen kicsit, mert ezen még pont át lehet bújtatni azt a kosarat, amelyet használni fogok. Jól meghúzgálom, felesleges zsinórrészt levágom, majd folytatom tovább. Most körülbelül ennek az 5 cm-es zsinórrésznek a két-két és félszeresét fogom egy újabb végfül formájában megkötni. Fontos a kötésnél, hogy mielőtt a végfület, a hurkot elkészíteném, a csomó, amit előzőleg megkötöttem, az a kötési pont középső részén helyezkedjen el. Már is meglátjátok és megértitek, hogy miért van erre szükség. Ezt is kétszer átveszem, meghúzom. Mivel pont középült volt a csomó, így az újabb végfül rögzítése során, mindjárt szétveszem a két zsinórszalat, hogy jobban látszódjon, jól látható, hogy a két csomó szinte egyesült, egybeolvadt. Jól látható, hogy tulajdonképpen két végfület, egy kisméretű és egy nagyméretű végfület kaptunk. A kisméretű végfülbe fogom belefűzni azt a kosarat, amely a végszerelékem lelkét képezi. Míg a másik végfülbe, a hosszabbik végfülbe fogom belerögzíteni a horogelőkét. Azért kellett ilyen hosszúságú végfület kötnöm, mert ez garantáltan lelóg a kosár alá. Még egyszer mutatom, tehát garantáltan le fog lógni a kosár alá, ezzel is biztosítva azt, hogy az ebbe hurkolandó előke nem tud rátekeredni a kosárra, vagy nem tud fölé tekeredni. Ezzel a rendkívül egyszerű végszerelékkel tudjuk garantálni azt, hogy nem lesz horgászat közben egyáltalán gubancunk. Ráadásul a két szálnak, a 15-ös Power Pro-nak köszönhetően már eléri ugye a 30-as vastagságot, kellően nagy a tartása ahhoz, hogy ez a gubancmentesség biztosított legyen. Ezekért a gyönyörű dévérekért jöttünk. Tökéletesen működik a technika. Amíg a hajó tovább pöfékel, addig felkötöttem a horogelőkét, amely 16-os Vision Line és egy 22-10B típusú gamakacsú horogból áll, amelynek a mérete 10-es.
Az előkémnek a hossza minimálisan 80 cm. Így szoktam kimérni, hogy kinyújtom a kezemet, és akkor a mellkasom közepéig ér a végfül, ez így pontjó. Ezt hurkolom bele a végszerelékem nagyobbik végfülébe. És elkészült ez az egyszerű, de annál hatékonyabb folyóvízi végszerelék. Most már mindhárom boton van végszerelék, ideje összeakasztani a fűzsinórokat. Karcsi, légy szíves, segíts nekem, jó? Fogd meg ezt a két botot, ezt te viszed föl. Oké. Ezt föl kell mennünk a partra, sík, egyenes terepre. Itt a köveken bukdácsolva ez életveszélyes lenne. Kimegyünk a közlekedő útra. Oké. Ezeket berakom. Az etető botomon az orsó fűzsinórja már ki van akasztva. Sok-sok horgászat alatt kitapasztaltam azt a távolságot, amelyet már említettem, ez a 24-25 méteres távolság, amely az átlagostól lényegesen bentebbi horgásztot tesz lehetővé. Ebbe a távolságba kell mellé húzni a horgászatra alkalmas bot végszerelékét, illetve majd a fűzsinórját is ugyanabba a távolságba kell beakasztani a zsinórtipszbe. Most Karcs addig sétál, amíg az erető botnak a kiakasztási pontjáig el nem jut. Oké. Karcsi elhúzta a kiakasztási pontig. Mindkét végszerelék azonos távolságban van, mindkét kosár azonos távolságban van. Nincs más dolgom, mint beakasztani ennek az ósónak is a fűzsinórját. A kiakasztási pontot még meg is jelölöm egy fehér zsinórjelölő filccel. Nem nehéz kitalálni, hogy miért van erre szükség. Hogyha esetleg akkor a halat akasztanék, amely kikéri a zsinort a klipszből, akkor a későbbiek folyamán visszataláljak az eredeti helyre. Ezért van szüksége erre a fehér csíkra. Ezt megcsináljuk a másik két botnál is, hiszen a pontosság már fél siker. Kezdődhet végre az eretés. A keverék, amely bevetésre vár, már itt van mellettem, jó időben bekevertük. Ennek alapját a Haldorado nagydévér és a Haldorado pontypiros etetőanyag képezi. Természetesen ezt olyan további folyóvízi adalékanyagokkal egészítettem ki, amelyek itt nélkülözhetetlenek. Ilyen például a sóder, amely kellő súlyt ad a keveréknek, terdefond, amely egy olyan föld, amely lesúlyozza a szemcséket, de ugyanakkor oldódás közben rendkívül intenzív, világos színű felhőt képez, amely messziről a horgunk közelébe csalogatja halakat. Kimaradhatatlan belőle a fődbuza, és azok az aromák, amelyek messziről jól érződnek, és megint csak a horgászhely közelébe csalogatja a halakat. Nagyon kevés élőanyag van az eretőanyagban, sőt mondhatni semennyi. Kizárólag fagyasztott csontukatot kevertem bele, a későbbiek folyamán, a rátetés folyamán fogok majd némi élő csontit hozzákeverni, illetve versenykörülmények közepette ennek a keveréknek a csalogató hatása földes szúnyoggal. A kettő összekeverve garantáltan tovább növelhető. A pálya jellemző halfaunája a dévérkeszeg, ezért is van szükség a földes szúnyogra a későbbiek folyamán, de még egyszer hangsúlyozom, ennek igazából versenykörülmények közepette van jelentősége. A keverék pontos receptje pedig most itt a képernyőn látható. Azt a mennyiséget, amit alapozó etetésnek szánok, az beraktam egy vödörbe, mert így könnyebb a gombócokat formálni, könnyebb a kosarat megtölteni. Ez az etetőanyag mennyiség, amit bekívánok az elején juttatni, ez durván egy ilyen fél vödörnyi lesz. Kinézek a túloldalon magamnak egy facsoportot, azt próbálom megcélozni, de igazából az se probléma, hogyha nem pontosan azonos pontra esik a gombóc, ugyanis a kiakasztott zsinórklipsznek köszönhetően a jobbra-balra való eltérés most itt jelen esetben nem számít. Sokkal fontosabb az, hogy egy sávot etessünk meg, amelyet most majd a folyó, és amelyet a későbbiek folyamán meg fogunk horgászni. Na hajrá! Hát ez nem sokat megy sem erre, ahol dobtam azt szinte, mint egy hatalmas, nehéz kő süllyed le. Ezért ügyelni kell arra, hogy fölfelé semmiképpen se etessünk.
látszólag ragacsos, kemény gombóc. Lám, ennyi alatt oldódott szét a mederfenéken. Pontosabban ugye a bottot, ahogy megrántom, pillanat alatt ki lehet rántani a hatalmas gombóc közepéből az 50 g-os kosarat. Ez a gombóc kb. 300 g össztömegű. Lekoppan a gombóc, a bocspic föllazul, onnan lehet tudni, hogy lesüllyedt a mederfenékre a hatalmas gombóc, majd egy rövid, gyors levágásszerű mozdulat, és már ki is ürült a kosár. Bizonyára sokaknak feltűnt az, hogy nem egy hagyományos, zárt, drótos fégyelkosarat használok a végszeléken, hanem egy nyitott rakéta fégyelkosarat. Ennek az oka egyszerű, ennek a tároló kapacitása lényegesen nagyobb, lényegesen több etetőanyagot lehet beletenni, mint a hagyományos zárt kosarakba. Meggyőződésem, hogy ennek a kosárnak a használata is forradalmasíthatja a folyóvízi horgászatot. Sokan úgy vélik, hogy ez kizárólag csak állóvízi horgászatra való. Valóban ott vált ismerté, ott alkalmazták elsőként a kisebb 15-25-35 g-os méreteiket. Míg szándékosan a folyóvízi horgászat kedvéért készítettünk ebből 50 és 70 g-os méreteket is. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy 2012 évtől Haldorado Féder aprócik programot indítunk, amely keretén belül minden lényeges aprócik, ami a féderbótos horgászathoz szükségeltetik, megtalálható lesz. Ennek első darabjai a saját fejlesztésű kosarak, ez a Rakett Féder kosár, amely 15 g-tól 70 g-ig kínál alternatív megoldást mind az állóvízi, mind pedig a folyóvízi horgászoknak. Minden csomagban kettő darab kosár található, az egyik mat hínárzöld színben, míg a másik kőmintás változatban. A kőmintás az úgy olvad bele a kavicssal fedett tiszta mederfenékbe is, hogy szinte a halak számára észrevétlen, nyilván ennek kristálytiszta víznél van jelentősége. A horgászatra előkészített három azonos bot minden paraméterében megegyezik, azonos a spiccek erőssége, a feljegyzett orsó, a horgelőke hosszúsága, a vastagsága, a horog mérete, egyetlen egy, de rendkívül lényeges ponton tér el, mindhárom bot egymástól, az pedig nem más, mint a kosár mérete. Az egyik botra 35 g-osat, a másikra 50, míg a harmadik botra pedig 70 g tömegű kosarat helyeztem fel. A versenyszerű horgászat során, amikor úszós készséggel horgáztam, megtapasztaltam azt, hogy a folyóvízi horgászatok során alapvetően három csali vezetési és csali felkínálási mód létezik. Az első a szabadon sodortatott, gyorsan mozgó csali felkínálási mód. Ezt teszi lehetővé a legkisebb 35 g-os kosár. Az 50 g-ossal lassan megállítva lehet a csalit felkínálni. Míg nem nehéz kitalálni, hogy a harmadik csali felkínálási mód, amelyet a legnehezebb 70 g-os kosárral tudok kivitelezni, az pedig a teljesen megállított csali felkínálási mód. Horgászat közben is érdemes ezt váltogatni, mert előfordul, hogy a halfogás üteme meglassul. De ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a halak távoztak az eretésünkről, lehet, hogy csak egyszer a gyorsabban, máskor pedig a lassabban mozgó csalit részesítik előnyben. Mivel három bot elő van készítve, ezt időveszteség nélkül szinte azonnal tudom próbálni. Természetesen annak, akinek nincs arra módja, hogy három botot készítsen elő, a végszerék lehetővé teszi a viszonylag gyors kosárcserét, annak, hogyha meglassult a halfogás, érdemes egy kisebb, nagyobb kosárral újra próbálkozni.
olyan gyors jön a kapás, hogy a gombócnak még nem volt ideje kioldódni. Nem volt bent a végtelék egy percet sem a vízben. És egy gyönyörű kiló fölötti dévér a jutalom. A sokadik hal kifogása után felmerülhet a kérdés, hogy szükség van-e ráetetésre. Úgy vélem, hogy ha ránézünk erre a gombócra, amit minden és alkalommal bedobok a horgászbottal, szerintem a kérdés azonnal megválaszolásra kerül. Nincs szükség. Tehát 3-5 percenként maximum, de hát sokszor a kapások lényegesen előbb jönnek, bekül egy ilyen nagy gombóc, az elegendő ahhoz, hogy a folyamatos utánpótlás, a folyamatos eredetanyag utánpótlás megoldott legyen. Nagyon fontos dolog azt tisztázni, hogy miként lehet egy ilyen nagy súlyú gombócot bejuttatni a bot károsodása nélkül. Talán az eddigi dobásos során is megfigyelhető volt már az, hogy ezt nem erőből, hanem egy ilyen lassú, de folyamatosan gyorsuló mozdulattal juttatom be. Tehát az, aki ezt erőből, a hagyományos, megszokott módon, lendületből kívánja eldobni, legyen az bármilyen bot, eltöri. Így viszont ezzel a dobás technikával, egy finom érzékeny bottal is viszonylag nagyméretű gombócot lehet gond nélkül bejuttatni. Ez jobb dévérnek így érkezik. Megáll bent a sodrásba. A bot rugalmassága lehetővé teszi azt, hogy a fék megszólalása nélkül, akár egy 2-3 kilós dévérkeszeget is, miközben belefeszül a sodrásba, gond nélkül ki tudjak húzni. Nem kell attól tartani, hogy leakad. Most is olyan gyorsan volt a kapás, hogy a gombóc még ki se tudott oldódni az eretőkosárból. Gyönyörű. Ki is akadt most a horog a szájából. Közel 2 kilós dévérkeszeg. Hibátlan. Véget ért a horgászatra szánt időnk. Kereken 5 óroszlát horgáztam. Nézzük meg, hogy mit sikerült ennyi idő alatt szágba helyezni időlegesen. Ujjjjj! Azt a mindenségét! Ez a vártnál lényegesen több! Kettő karikáig van tele hallal. Hát ez minimum 35-40 kiló. A halak kímélése érdekében nem is helyezem szág fejbe, azonnal vissza is engedem őket. Azt kívánom mindenkinek, hogy ezt a módszert alkalmazva döntse meg a versenyrekordomat, illetve fogja lényegesen több halat, mint az eddigiek folyamán bármikor a folyóvízi horgászatai során. Hajrá!